Az 51. Zsoltár a mai Zsoltárunk, a hét bűnbánati Zsoltár közül, közül, talán a leghíresebb. Ha egy újságíró vagy egy újságárus utcai rikkancs kezébe kerülne ez a Zsoltár, akkor viszont kétség kívül sajátos igehirdetés tartana belőle. Döbbenetes bűncselekmény az újságok címlapján. Egy neves vallási vezető, aki az ország vezetője is egyben, a szomszédban lakó Legjobb katonája feleségét elcsábította, a katonát pedig a fronton megölette, gyermeket vár az asszony. Micsoda döbbenetes cím és történet, nem? A Biblia egyik leghíresebb személyének, Dávidnak a története. Mint hogy az 51. Zsoltár is újra Dávid Zsoltára, az előzőek Kóráfiai és Asszáv Zsoltárai után. Valóban bárki számára van megbocsátás Istennél? Vagy Dávid kiváltságos volt? Az újságíró felveti cikkében a kérdést végül: Kaphat bűnbocsánatot egy ilyen ember, még hogyha jogos büntetésként életfogytiglani börtönre is kell ítélni? Olvassuk el a zsoltárt, és meglátjuk, megértjük azt, hogy mit tanít a Biblia a bűn rendezéséről, az Isten kegyelméről és igazságáról. A karmesternek Dávid zsoltára abból az időből, amikor Nátán próféta elment hozzám, miután Becsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességet szerint, nagy irgalmasságot szerint töröld el bűneimet. Most kiegészen álnokságomból és vétkeimből tisztíts meg engem. Mert ismerem bűneimet, és vétkem szüntelen előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, és azt tettem, ami gonosz a szemedben. Ezért igaz, amit mondasz, és helyes az ítéleted. Éme, én vétekben születtem, és bőmben fogant engem az anyám. Éme, te a szívben levő igazságban gyönyörködsz, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg izzóppal, és tiszta leszek. Most meg, és fehérebb leszek a hónál. Hallas velem örömöt és vigasságot hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el arcodat vétkeim elől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel arcod elől, és szent lelkedet neveddel tőlem. Add vissza nekem szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket, hogy a védkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg, mert vért ontottam, Istenem, szabadításom Istene, hogy nyelvem igazságodról zengjen. Uram, nyisd meg ajkamat, hadd hirdesse szám dicséretedet. Mert te nem kedveled a véres áldozatot, és ha égő áldozatot adnék, abban sem gyönyörködnél. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és bűnbánó szívet, Istenem, nem veted meg. Tégy jót a Sionnal kegyelmet szerint, és építs föl Jeruzsálem kőfalait. Akkor majd kedvesek lesznek neked az igaz áldozatok, az égő áldozat és az egészen égő áldozat, akkor majd áldozhatnak neked bikákkal oltárodon. Valóban bárkinek bármit megbocsát az Isten. Az életünk egyik legnagyobb legkeményebb kérdése, nem is, amikor másról van szó, sokkal inkább amikor magunkról. Vajon nem keményedhet meg annyira a szív, hogy már nincs bocsánat, vagy nincs az a tett, amire már az Isten is azt mondja, hogy ha ezt is megbocsátanám, ellent, mondék maga, ellent mondanék magamnak. Dávid életének egy nagyon nehéz időszaka volt mindene megvolt egzisztenciálisan, és katonái seregei győztes csatákat vívtak, kiterjesztve az ország határait, soha nem látott távolságokba. Azonban a kényelem és a jólét meghozta a maga rossz gyümölcsét. Így csábult el, majd, hogy takargassa tettét, elfedezze, segítette hozzá egyik legjobb katonáját az erőszakos halálhoz, hogy végül új családot alapíthasson, már ki tudja hanyadikat az életben. Tovább rombál, rombolva a maga családi életét, szociális kapcsolatait, az egész országot, nem véletlen, hogy a Zsoltár végén imádkozik Sionér is, hogy Isten építse Jeruzsálem kőfalait, mert maga a király, a legfőbb lelki vezető rombolta azt élete rossz példájával. Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, nagy irgalmasságot szerint töröld el bűneimet. A harmadik és a tizenegyedik versben is visszatér ez a kép, hogy az Isten, amikor majd megnyitja igaz bíróként a nagy könyvet, amiben Dániel könyve hetedik fejezetének a tizedik verse feljegyzése szerint is a trónon ülő örekkorú akinek származása eleiktől fogva, öröktől fogva van, kinyitja a nagy nyilvántartást, és az életkönyvébe megnézi, hogy ki az, aki bent van, és ki az, aki benne maradhat az életkönyvében. Szóval, amikor ezt a Zsoltáros szerint nagy papírus tekercset ki, hengeríti az Isten, és megvizsgálja, akkor, akkor azt kéri, hogy a neve mellől a bűn tűnjön el, és a szívéből is a rossz tűnjön el, és neve, ne a neve tűnjön el az életkönyvéből. Tudja, hogy ez nem megy magától. Tudja, hogy a bűnre emberi jóvátétel nincs. Mos ki engemet, védkeimből tisztíts meg engem. Egy gyönyörű hétköznapi szertartás jelenik itt meg, nem először a Szentírásban. Az evangéliumokban keresztelő János is ezt fogja majd elővenni, amikor nem csak a test meghintéséről, hanem alámerítéséről, bemerítéséről tanít a Jordán vizében is, ez a bibliai tanítás annyira erős és egyértelmű, hogy maga Jézus Krisztus is így merítkezett alá Jordánban, engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot beteljesítenünk. Ugyanis talán az esti zuhanyozás vagy kátfürdő nyomán a vízen úszkáló koz győz meg gyakran a legtöbbször annyira minket, hogy rájöjjünk, mennyire nagy dolog a tisztaság. Mennyire jó, hogy ez már nem én vagyok, és szinte szoktuk mondani, újjá született emberként lépünk ki, és pezseg a vérkeringésünk, és azt érezzük, hogy új emberek lettünk. Igen, a Biblia két legnagyszerűbb szertartása, új szövetségi szertartása, a keresztség, és aztán az úrvacsora is arról szól, hogy ahányszor csak tisztálkodunk, vagy eszünk, iszunk, mindig-mindig napjában is többször emlékezzünk arra, hogy Istentől van az élet. Istentől van a táplálék, és az 51. Zsoltás szerint Istentől van a gyógyulás, a megtisztulás. Mert amíg ezt nem tesszük és nem kérjük, addig azt olvassuk, hogy ismerem bűneimet, és vétkem szüntelen előttem forog, mondja a Károly fordítás. Egyszerűen ez a történet ott van a szemem előtt, és nem tudom kiűzni a fejemből a gondolatot. Ez vagyok én, ez vagyok én, zakatol bennem valami. Pedig igazából... Amikor egyedül te ellened védkeztem, mert Dávidot nem az bántja, hogy hányan tudják meg, hogy lelepleződik, hogy jaj, micsoda szégyen, hogy mossuk tisztára a dolgot, ez most már nem megy. Istenem, én nem emberek megvetésétől kell, hogy meneküljek, én te ellened védkeztem. Ezért, amikor elítélsz, igaz, amikor fogod a nagy radírt, vagy a, a kaparó ceruzált, hogy ki engem az életkönyvéből, teljesen igazad van én magam vagyok a rossz. Vétekben születtem, és bűnben fogant engem az anyám, amivel nem magának a születésnek, vagy az intimitásnak a gonoszságára utal a Zsoltár író, hanem arra, hogy a létemből fakad, mélyen bennem van az a félelem, ami abba az irányba űz, hogy mi lesz, ha ezt nem érem el, mi lesz, hogyha nem leszek ilyen, mi lesz, ha nem tudok megfelelni, mi van, ha erről a boldogságról lemaradok, az üresség érzet, amit múló vágyakkal és tervekkel próbálok betölteni. Én magam vagyok ez a hiányérzet. De Istenem, te a szívben lévő igazságban gyönyörködsz, mondja a nyolcadik versben. Nem hagysz meg ebben a nyomorult állapotomban, hanem bensőmben bölcsességre tanítasz most éppen arra, hogy ne maradjak így. Istenem, igazad van, tisztíts meg izsoppal, és tiszta leszek. Most meg, és fehérebb leszek a hónál. Valami mérhetetlen, szenvedélyes, könyörgés, kérés, esedezés az 51. Zsoltár, ami az ember legmélyebb és legőszintébb megnyilatkozása lehet ebben az életben. Mert amikor a földi életünk évekkel, napokkal való meghosszabbításáért esedezünk akár egy embernek, vagy esünk kétségbe, hogy mi van, ha ez nem lesz, akkor akkor még nem a szív békéjéről van szó, hiszen az egészséges ember is lehet teljesen céltalan és békétlen, de amikor az ember a lelke gyógyulásáért és békéjért könyörög, akkor az örökké valóság kapuján kopogtat. Mert akit Isten meggyógyít, annak nem csak éveket ragaszt az életéhez, hanem örök életet ajándékozik neki. Hallas velem örömet és vigasságot, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Igen, amikor az Isten belül tanít minket bölcsességre, az alázat, a töredelem, a bűnbánat, a lelki szegénység bölcsességére, akkor a legnagyobb bölcsességre tanít. De ez a bölcsesség valamivel együtt jár. Összetör az Isten. Engedi, hogy összetörjünk. Engedi, hogy teljesen átérezzük azt, hogy nélküle semminek semmi értelme. Tulajdonképpen ez nem egy rossz dolog, amikor összetör minket, ez nem egy fizikai bántalmazásnak az emberi leírása, hanem a gyógyuláshoz nélkülözhetetlen belátó lelkületre való jutás. Rejtsd el arcodat védkeim elől, és töröld el minden álnokságomat. Majd következik a gyönyörű, sokszor versekben és keresztény himnuszokban is visszhangzó mondat. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem nevessel a arcod elől, és szent lelkedet nevet el tőlem. Add vissza nekem szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Istenem, tiszta szívet kérek, mert az enyém erre nem alkalmas. Az enyém kő és koszos, tisztát és élettel telít. Lüktetőt kérek, amiben az öröm, a hála, a hit, a szeretet és a benned való bizalom. A másokért élés lüktet. De ez teremtés. Ez nem egyszerűen egy drótozás, nem egyszerűen egy kalapálás, ez teremtés. Istenem, az én hitem, a te teremtő hatalmadat, a te betöltő erődet akarja megragadni. Azt az örömöt és azt az engedelmességet, amivel egyedül van értelme veled járni. Istenem, én a legnagyobb ajándékokért kopogtatok nálad. A tiszta szívért. Mert ha a forrás tiszta, akkor minden rendben van. A szó, a tett, az indíték minden rendben van. Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket, hogy a védkezők megtérjenek hozzád. És nagyon érdekes, mert a 15.-16. vers egy küldetését visszanyerő, a visszanyerés küszöbén álló ember kérése és felkiáltása. Istenem, én el akarom mondani mindenkinek, aki hasonló cipőben jár, hogy van gyógyulás. A bűnből gyógyuló ember Isten munkatársa lesz, misszionáriusa. Nem angyalokat használ erre a munkára Isten, hanem olyan embereket, akik pont azért tudnak az emberek felé empátiával, odafigyeléssel, meghallgatással fordulni, mert ők maguk is végigjárták ezt az utat. Erre angyalok ilyen formában nem lennének képesek. Nyisd meg ajkamat, hogy hirdesse száma te dicséretedet. Mert nem a véres áldozat és az égő áldozat, nem a vallásosság és a vallásoskodás fontos neked. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és bűnbánó szívet, Istenem, nem veted meg. Az egész Krisztus utáni zsidóság egyik kulcsigéjét olvassuk az 51. Zsoltár 19. versében hiszen a Jeruzsálemi Szentély időszámításunk után, 70-es pusztulása utáni választott népnek nem maradt rá más reménysége, mint a töredelmes és bűnbánó szív áldozata. Hogy az 51. Zsoltárban maga Dávid is, Isten csalogánya, megénekli ezt a maga élete legnagyobb bukása után, hogy a töredelmes szív kedves áldozat hogy Istennek nem a bikák és a bakok vére a fontos, amik jó esetben, mint szimbólumok, mint jelképek, mélyebben megértetik az emberrel a bűn szörnyűségét és az Isteni önfeláldozó szeretet nagyságát. Mutatnak vissza és előre, de ezek csak jelképek. Istenem, segíts megértenem, mit jelent a töredelmes szív. Amikor a Biblia legfontosabb szavait keressük, akkor a szeretet, az Isten a szeretet ige mellett, a szeretetet kiváltó emberi állapotot és a szeretet gyógyító erejének a nagyságát megörökítő emberi lelkületet emlegethetjük. Ezeket a szavakat, hogy töredelmes szív, töredelem, hogy bűnbánat, hogy alázat. Vagy ahogyan Jézus Krisztus mondta majd a Boldogmondások legelsőjének a mondatában, hogy a lelki szegénység vagy őszinteség, vagy egy másik Zsoltár így mondja, az egyenes szív, ami szembesül azzal, hogy görbe, és ezt egyenesen viszi az Isten elé. A Szentlélek ajándéka minden olyan lelki állapot, amikor mi magyarázkodás nélkül őszintén összetörten, de kapaszkodva megyünk az Istenhez. Ragadjuk meg és kérjük ezt az ajándékát az Istennek tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket is meg bennem. Szabadulj, szabaduljunk meg naponta is. Tapasztaljuk meg naponta azt, hogy nincs miért halogatnunk. Mindennel mindig bátran mehetünk az Istenhez, mert nincs az a tett, amit ő ne tudna megbocsátani. Mert van az a hozzáállás, van az a töredelem, a lázat, lelki szegénység, amire az Isten kegyelme és szeretete és jósága mindig megmozdul, mindig cselekszik. Ez tartson minket életben, életünk minden napján.